Egyeztettek a felek. Képzések szervezésével és lakhatási lehetőséggel kívánja elősegíteni a nyírbátori önkormányzat, hogy a városban működő cégek megfelelő munkaerőt találjanak. Új képzési terület. Okleveles egészségügyi tanárképzés indul szeptemberben a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Változó utazási szokások, csökkent a népszerűsége több eddig kedvelt üdülőövezetnek. Az utasok biztonsági okokból nem foglalnak szállást többek között Tunéziába és Egyiptomba. Képzések szervezésével és lakhatási lehetőséggel kívánja elősegíteni a nyírbátori önkormányzat, hogy a városban működő cégek megfelelő munkaerőt találjanak. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nyírbátorban 6 multinacionális cég közel 4000 embert foglalkoztat. Ezek a cégek adják a település iparűzési adójának 80%-át. Mindenről a városban tartott vállalkozói fórumon egyeztettek a felek. Nyírbátorban minden év elején összehívják a gazdasági szereplőket, hogy tájékoztassák őket a város pénzügyi helyzetéről, az elmúlt évek fejlesztéseiről, valamint megbeszéljék az együttműködési lehetőségeket. Az idei évben a polgármester elmondta, a legfontosabb feladatuk a foglalkoztatás bővítése, amihez földterületre, infrastruktúrára és a megfelelő létszámú szakképzett munkaerő jelenlétére van szükségük. A város ennek érdekében egy egyedi megállapodást is kötött a Debreceni Egyetem műszaki karával, aminek célja, hogy minél több műszaki karra járó fiatal töltse itt a gyakorlati képzési idejét, ehhez szinte ingyenes szállást és egyéb kedvezményeket is biztosítanak nekik. Kidolgoztunk erre egy olyan komplex programot, ami nagymértékben javíthatja ezt a helyzetet. Ennek az egyik lépcsője egy új lakópark programépítés, ami egy teljesen komplex, körbezárt, új, mai modern 21. századi lakópark építést jelent. Annak a teljes infrastruktúrájával, ez a turisztikai övezet mellé, a gyógyászati létesítmények mellé épül, és én azt gondolom, hogy a kormányzati támogatási rendszerrel kiegészülve ez egy sikertörténet lehet. Ennek az infrastruktúráját már korábbi években kialakítottuk, igazából most csak el kell indítanunk. De ez még nem garantálja azt, hogy ezek az emberek szakképzett munkaerő lesz, ezért nagyon fontos, hogy a képzőintézetekkel is egy új együttműködést alakítottunk ki, mind a szakképzőintézettel, hiszen nagyon fontos, hogy helyben megfelelő végzettségű szakmunkás bizonyítvánnyal, tudással, tapasztalattal rendelkező új generáció növekedjen, akik egyből el tudnak helyezkedni az ipari parkban működő vállalatoknál. Nyírbátor több mint 1 milliárd forintos iparűzési éves adóbevételének 80%-át a jelenlévő 6 nagy multinacionális vállalat adja. Ezek közel 4000 nyírbátori vagy a térségben élő munkavállaló foglalkoztatását biztosítják. Ez a fórum fontos, hiszen itt Nyírbátorban nagyon sok multinacionális és számos magyar cég működik, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy valójában mire van szükségük ezeknek a cégeknek. Meg tudják beszélni a polgármesterrel, a politikusokkal, hogy merre haladjanak a fejlesztések. A fórum résztvevői a Gazdaságkutató Intézet elnökének előadásából arról is tájékozódhattak, milyen hazai változtatásokra van szükség a fejlődéshez. Ha megnézzük Magyarország teljesítményét a környező országokhoz képest, tehát mondjuk Szlovákiához, Csehországhoz, Lengyelországhoz képest, akkor azt látjuk, hogy bizony mi teljesítettünk a legrosszabbul az elmúlt 10 évben, 10-15 évben. Na most jó lenne az elkövetkező 10-15 évben ezzel szemben a legjobbak között lenni, mert akkor tudna Magyarország fölzárkózni. Azt fogom az előadásom végén megmutatni, hogy ehhez jelentős reformokat kell Magyarországon megcsinálni. Elsősorban az egészségügyi rendszert kell modernizálni, a közoktatást kell modernizálni, és az államnak a működését kell modernizálni. A fórumon elhangzott, a városban egy lakásépítési programot indítanak el, ahol közel 800 otthont alakítanak ki, kamerahálózatot fejlesztenek, szállodát építenek, és javítják a közlekedési infrastruktúrát is. Okleveles egészségügyi tanárképzés indul szeptemberben a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Az új képzési terület célja, hogy az egészségügyi szakterületen folyó oktatásban, középiskolákban és a szakképzésben is szakmai oktatókat képezzenek mesterfokon. 100 levelezős és 20 nappal is hallgatót fogadnak majd a 4 vagy 3 fél éves kurzuson. Erről tartottak ma sajtótájékoztatót a felsőoktatási intézményben, ahol szóltak továbbá arról, hogy a kar elindítja szeptembertől új doktori alprogramját is. A Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola Programtanács tavaly elfogadta és támogatta az egészségügyi kar doktori képzésre irányuló kezdeményezését, így az 2016. szeptemberétől elérhető lesz az érdeklődők számára.
A doktori képzésnek az az elnevezés, hogy inkluzív pedagógia az inkluzív társadalomban. A mi esetünkben nyilvánvalóan a pedagógiai része is fontos, de az alapvetően az inkluzív társadalomról szól. Hát ugye itt a karnak a történetét, ha valaki megnézi, a társadalomtudományi képzések vagy szakok azok már az alapítás óta jelen vannak, és azóta csak fejlődtek. Tehát több mesterképzésünk is van. Ezért gondoltuk azt, hogy megpróbálunk egy multidisziplináris képzést elindítani. Az egyetemen az úgynevezett Humán Tudományok Doktori Iskolája ezt a doktori programot befogadta. A mesterképzés végén középfokú nyelvvizsgával, kutatási tervvel rendelkező egészségügyi bölcsész vagy társadalomtudományi területen végzettek május végéig jelentkezhetnek a képzésre. Új és az egészségügyi képzésben mutatkozó igényeknek felel meg a 2016. szeptemberétől induló egészségügyi tanárképzés is a nyíregyházi karon. Megpróbálunk megfelelni azoknak az igényeknek, amelyeket különböző képzésre területen támasztanak már a társadalom szempontjából is, és ezért indítottuk az egészségügyi tanárképzésünket is, hiszen évek óta mondják már nekünk, hogy ilyen jellegű képzésre szükség lenne, hiány van benne, és ezt a hiányt próbáljuk ezzel a képzéssel pótolni. A szakmai tanárképzés elengedhetetlen az egészségügy területén hangzott el a sajtótájékoztatón. Most a nyíregyházi egészségügyi karon indul el az egészségügyi tanárképzés. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik egyrészt az egészségügyben már tevékenykednek, tehát diplomás ápolóként, szakápolóként és egyéb területeken dolgoznak, ők posztgraduális képzés keretében szerezhetik meg 4 fél év alatt a tanárszakos diplomát, és így a későbbiekben is lehetőségük van arra, hogy egészségügyi szakközépiskolákban taníthassanak. Másrészt olyanok is bekerülhetnek a képzésbe, akik érettségi után úgy döntenek, hogy nappali képzésben egészségtanár szakképzettséget szeretnének szerezni. A sajtótájékoztatón a dékán szólt arról is, hogy idén tavasszal a tervek szerint folytatódik a Szépkorúak Akadémiája, az előadássorozat az idősebb korosztály számára szól gerontológiai témákban. A pénz átvételekor fogták el egy több milliós zsarolás gyanúsítottját a megyeszékhelyen. A nyíregyházi rendőrkapitányság adatai szerint korábbi vállalkozó partnerétől követelt 8 millió forintot egy férfi. A feljelentés szerint azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben nem fizet, börtönbe juttatja a sértett feleségét, aki szintén tagja volt a vállalkozásnak. A nyíregyházi nyomozók az első több millió forintos részlet átadásakor egy parkolóban fogták el a gyanúsítottat. M. Csaba 47 éves nyíregyházi lakost zsarolás büntet elkövetésének megalapozott gyanújával vették őrizetbe, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Bár a hatóság rendelkezésére álló bizonyítékok nem ezt mutatják, a férfi tagadja, hogy fenyegetőzött volna, állítása szerint jogos járandóságát követelte. Csökkent a népszerűsége több eddig kedvelt üdülő övezetnek. Az utasok biztonsági okokból nem foglalnak szállást többek között Tunéziába és Egyiptomba. A téli előfoglalások száma viszont növekszik, ami azt jelenti, hogy egyre többen már most gondoskodnak nyári pihenésükről. Érdemes több irodánál tájékozódni a lehetőségekről, mivel 12 éves korig akár ingyen is utazhatnak a gyerekek. Biztonsági okok miatt több eddig kedvelt üdülőövezet iránt is csökkent az érdeklődés, más országok viszont előnyt élveznek, ilyen például Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Bulgária és a Görög-szigetek. Ebben az évben úgy tapasztaljuk, hogy bizonyos desztinációk, országok iránt jelentősen megnőtt a kereslet, míg bizonyos országok, amelyek eddig a legkedveltebb úti célok voltak, sajnos háttérbe szorultak. Ide sorolnám sajnos Tunéziát, Egyiptomot, ezekben az országokban évekre visszamenőleg nagyon nagy előfoglalás volt, tömegével utaztak a magyar utasok, ebben az évben sajnos nem tapasztaljuk ezt. Az elmúlt évek tapasztalataihoz képest a last minute utakat felváltják a first minute utazások, vagyis az előfoglalások. Ezekkel a kedvezményekkel még az év elején élhetnek a nyaralni készülők. Ez azért előnyös, mert több út, szálloda, típus és kedvezmény közül választhatnak az utasok, valamint ettől az évtől egyes irodákban megjelent egy újfajta kedvezmény is, amivel a gyerekek 2-12 éves kor között ingyen, reptéri költségek nélkül utazhatnak.
Egy másik utazási irodánál március 1-ig az első gyermek teljesen ingyen utazik, nem csak hogy utazik, hanem szállása, ellátása díjmentes, plusz még a szülők is kapnak 15% kedvezményt. A harmadik túroperátornál február 29-ig 30-35% előfoglalási kedvezmény van a szállás díjából. Egyes irodáknál azok is számíthatnak kedvezményre, akik egy összegben fizetik ki az utazást. Fontos azonban időben és több helyen érdeklődni, ezek az ajánlatok ugyanis általában február és március hónapokban érvényesek. Vidék és szegény ellenes politikát folytat a kormány, véli Halmi József, az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke. A politikus tájékoztatóján kiemelte, a csók a tehetősebbeknek kedvez, és míg egy gyermek csak 600 000 forintot, három gyermek már akár 10 plusz 10 millió forintot is jelenthet egy családnak. Halmi József szerint a családi adókedvezmény is hasonló társadalmi feszültségeket okoz. Valaki mondjuk akár a közmunkát vesszük, nincs gyerek 53 000-et keres, és akinek van, az meg 70-80 000-et, és lehet, hogy az 53 000-es hasznosan munkát végez. Most csak mondtam egy példát, de ez bármik munkahelyre érthető, más módon kellene a kedvezményt adni, úgy, hogy ez ne a munkahelyen csapódjon, azt gondolom. A másik meg, hogy akik meg nem vehetik igénybe, befagyasztotta a családi pótlékot, leépítette a szociális rendszert, itt is látszik, hogy kiken húzott a szegény embereken. 50. helyen végzett Magyarország egy 168 országot vizsgáló korrupciós felmérésen, hangsúlyozta Gyüre Csaba országgyűlési képviselő a Jobbik Nyíregyházi tájékoztatóján. A listát a Transparency International készítette, amiből kiderül, hogy Magyarország a tavalyi eredményéhez képest 3 pontot rontott a korrupció érzékelési indexén. A politikus tájékoztatása szerint Európában mindössze 4 ország előzi meg hazánkat. A Jobbiknak több javaslata is van az arányjavítására. Mi dupla büntetést szeretnénk a politikus bűnözőknek, amikor gazdasági bűncselekményt követnek el, szeretnénk megszüntetni a mentelmi jogot, szeretnénk a politikusok által elkövetett bűncselekmény esetén az elévülést megszüntetni, hiszen a mentelmi jog mögé bújva akár évtizedekig tudnak kibújni a felelősségre vonás alól. Szeretnénk azt, hogy kötelező vagyonnyilatkozat a hozzátartozók is hozzák nyilvánosságra, a Jobbik ebben már példát mutatott, mi ezt megtesszük, illetve mi azt szeretnénk, hogy 4 évente a politikusokat vagyonosodási vizsgálat alá vetnék, és aki nem tudja igazolni a jövedelmét, ott a vagyonelkobzást alkalmaznák. A környezetvédelmi szakterületen jelentős nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége van a gazdálkodó szervezeteknek. A témáról a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. 16 pontos vereséget szenvedett Pécsen a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 82-66-ra verték Sitkuernő együttesét. Szombaton a listavezető Szolnok látogat Nyíregyházára. Egy menekülő cigarettával megpakolt csempész autót fogtak el a NAV pénzügyőrei. A gépkocsiban több 1000 doboz adózatlan cigaretta volt. A környezetvédelmi szakterületen jelentős nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége van a gazdálkodó szervezeteknek. Többek között a környezetvédelmet érintő több mint 1000 új jogszabályváltozásról is tájékoztatták a Nyíregyházán megrendezett munkavédelmi, tűz és környezetvédelmi konferencia résztvevőit. A Munkabiztonsági, Foglalkozás, Egészségügyi, Tűz és Környezetvédelmi Egyesületnek megközelítőleg 80 tagja van Nyíregyházán, akik számára évente 4 szakmai konferenciát rendeznek. Az elmúlt évben 1300 új jogszabály jelent meg, ezeknek a jelentős része érintette a környezetvédelem területét is. Egyrészt az anyagi szabályok is változásra kerültek, illetve eljárási szabályok is. Például jelentősen csökkentek az ügyintézési határidők, illetve több szakterületen, levegős szakterület, hulladékos szakterület jelentős változások, illetve új jogszabályok következtek be. Ezeket a változásokat, illetve az ebből fakadó különböző adminisztrációs és egyéb teendőkről kívánok tájékoztatást adni az előadás folyamán. Az évelei találkozón a tavaly óta bekövetkezett változások mellett bemutattak egy óvodások és iskolások számára készült tűzvédelmi oktató mesekönyvet is. Első részben a környezetvédelmet érintő jogszabályváltozásokról lesz szó, a második részben az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos egy termékbemutató, illetve jogszabályokról, amelyek most változnak, az EU elfogadta az új direktívákat, és a harmadik részben pedig az egyik nagyon érdekes téma, a Pompia Tűzmanó című előadás.
A környezetvédelmi szakterületen jelentős nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége van a gazdálkodó szervezeteknek, aminek a közelgő bevallásával kapcsolatban is történtek változások. Egy menekülő cigarettával megpakolt csempész autót fogtak el a NAV pénzügyőrei, a gépkocsiban több ezer doboz adózatlan cigaretta volt. A pénzügyőrök Máté Szalka közelében figyeltek fel egy fekete színű terepjáróra. A járművet megpróbálták megkülönböztető hang- és fényjelzés használatával megállítani és ellenőrizni, azonban a sofőr ezt észlelve felgyorsított és elhajtott. A pénzügyőrök követni kezdték a gépkocsit, valamint a helyszínre irányított több járőr segítségével, de a térségben lévő utakat is ellenőrizték. Több kilométer megtétele után a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett, amely egy körforgalomnál kisodródva oszlopnak ütközött, és az útszéli árokba esett. A balesetet követően a vezető kiszállt és megpróbált elmenekülni, azonban a pénzügyőrök és a rendőrök a helyszínen elfogták és bilincsben vezették el. Az összetört autóban és környezetében kiszóródva 25 ezer doboz csempész cigarettát találtak. A pénzügyőrök a több mint 27 millió forint értékű füstölni valót és a gépjárművet lefoglalták, a sofőr ellen pedig orrgazdaság elkövetése miatt feljelentést tettek a pénzügyi nyomozóknál. Tizenhat pontos vereséget szenvedett Pécsen a Marsónyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 82-66-ra verték Sitkuernő együttesét. Szombaton a listavezető Szolnok látogat Nyíregyházára. A keretből kimaradó Szavics és a sérült Lekli nélkül új irányítóval Davisszel a soraiban lépett pályára a legjobb 8 közé igyekvő pécsiek otthonában a Nyíregyházi gárda. Az első negyedet 4 ponttal nyerte a házigazda, amely a második 10 percben állva hagyta a vendégeket, így 20 pontos baranyai előnynél vonultak a nagy szünetre a csapatok. A harmadik negyedben nagyot változott a játék képe, a nyíregyháziak sorra szerezték a pontokat, és egy 8 perces pécsi kosárcsendet kihasználva 3 pontra felzárkóztak, de a negyed végén a hazaiak ismét megtalálták a gyűrűhöz vezető utat. A záró 10 percben a Pécs ismét ellépett ellenfelétől, és végül 16 ponttal legyőzte a formáját továbbra is kereső Nyíregyházát. Ha tudunk úgy játszani, mint ahogyan a második félidőben játszottunk, és hogy a harmadik negyedben küzdöttünk, akkor miért kezdünk el úgy mérkőzéseket, mint ahogyan elkezdtük ezt a mai találkozót is. Olyan játékosokra van szükségem, akik úgy küzdenek, mint ahogy a harmadik negyedben tettük ezt meg. Lehet hibázni a dobásokkal, senki nem dob 100%-kal, ez egyértelmű, de olyat nem engedhetünk meg magunknak, mint amiket megengedünk megengedtünk az első fél időben. Gondolok arra, hogy egy alapvonalú bedobásból védekezés nélkül kapunk egy gólt, mert alszunk, megbeszélünk valamit a bizonyos játékszituációknak a védésére, nem hajtjuk végre. Ezek megengedhetetlenek. Koncentrálni kell, és végig magas hőfokon kell játszani egy mérkőzésen. A Pécs edzője a győzelem ellenére sem volt maradéktalanul elégedett csapata játékával. Gratulálok a fiúknak, hogy megnyertük ezt a mérkőzést, de egyszerűen számomra felfoghatatlan, hogy a harmadik negyedben miért kezdett el a csapat koncentráció nélkül játszani. Egyszerűen hihetetlen, hogy nem értik meg a játékosok, hogyha mi komoly csapat szeretnénk lenni, aki play-offba szeretne bejutni, annak 40 percig koncentrálni kell. A forduló további eredményei: Mafc, Alba Fehérvár 84-108, Jászberény Szeged 86-77, Kaposvár Zalaegerszeg 90-74, Kecskemét Körmend 86-74, Sopron Szombathely 82-81, Szolnok Atomerőmű Ese 71-58. A tabella élén a Szolnok áll 12 győzelemmel és 4 verességgel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Atomerőműt. A Marsó-Nyíregyháza 3-12-es mutatóval a 12. helyen várja a Szolnok szombati vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden.
Képzések szervezésével és lakhatási lehetőséggel kívánja elősegíteni a nyírbátori önkormányzat, hogy a városban működő cégek megfelelő munkaerőt találjanak. Nyírbátorban 6 multinacionális cég közel 4000 embert foglalkoztat. Ezek a cégek adják a település iparűzési adójának 80%-át. Mindenről a városban tartott vállalkozói fórumon egyeztettek a felek. Okleveles egészségügyi tanárképzés indul szeptemberben a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Az új képzési terület célja, hogy az egészségügyi szakterületen folyó oktatásban, középiskolákban és a szakképzésben is szakmai oktatókat képezzenek mesterfokon. 100 levelezős és 20 nappal is hallgatót fogadnak majd a 4 vagy 3 fél éves kurzuson. Csökkent a népszerűsége több eddig kedvelt üdülő övezetnek. Az utasok biztonsági okokból nem foglalnak szállást többek között Tunéziába és Egyiptomba. A téli előfoglalások száma viszont növekszik, ami azt jelenti, hogy egyre többen már most gondoskodnak nyári pihenésükről. Érdemes több irodánál is tájékozódni a lehetőségekről, mivel 12 éves korig akár ingyen is utazhatnak a gyerekek. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden, friss hírekkel, szerdán, azaz holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Szerdán hidegfront érkezik térségünkbe, hatására sokfelé várható csapadék, de komolyabb lehűlésre nem kell számítani. Éjjel erősen felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, a délnyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, főként a nap második felében várható eső. Az északi szél időnként megélénkül, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ma még meleg, holnap a nap második felétől hidegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. A hidegfront átvonulása után megjelennek az éjszakai fagyok, és kissé visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, de ezzel együtt egyre hosszabb időre süt ki a nap. Csapadék már csak elszórtan lehet. A hétvégén már napos, tavasziasan enyhe időre számíthatunk, a jövő hét elején pedig újabb hullámzó frontrendszer okoz felhősödést és esőt. Általánosan elterjedt időjárás jósló hiedelmek kapcsolódnak ehhez a naphoz is, ha ezen a napon kisüt a nap és a medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy a barlangjába, mert még sokáig tart a tél. Általában úgy vélik, hogy ha ezen a napon jó idő van, akkor későn tavaszodik.